gyártás helyett rémálom. Embertelen körülmények között találták meg a sarkadi vágtán megsérült lótetemét. Rakéta helyett ezüst jodit száll a felhők felé. Elindult a jégkermérséklő rendszer Békés megyében. Madarak és fák napja. Játékos formában ünnepeltek az ovisok Békés Csabán. Jó estét kívánok! Önök a Hét.tv híradóját látják. Megrázó történet következik. Megdöbbentő látvány fogadta a sarkadi vágtán kedden megsérült ló tulajdonosát, miután hír kapott arról, hogy az állatteteme a várostól nem messze, egy erdei dögtemetőben fekszik. A nő a helyszínről közzétett videóban beszámolt arról, hogy megcsonkítva, megnyúzva és altatás helyett lelőve találta az állatot. A rendőrség állatkínzás miatt nyomoz. Igen, ez volt a Lédinek a helye. Mindig is itt volt, mikor ide került. 3 évesen került ide, pár hónappal elmúlt, mikor ide került. Sajnos eddig maradt itt mi nálunk. A lovak szeretete tölti ki ennek a füzes gyarmati családnak az életét. Összesen 8 példányt tartanak otthon, családtagként ragaszkodnak hozzájuk. Így aztán mindannyiukat megrázta a Nemzeti Vágta május 1-én Sarkadon tartott előfutamán történt baleset, amikor Lady a rajt utáni kanyarban elesett és eltörte a lábát. A kondoros színeiben induló Szabó Erzsébet elvesztette eszméletét, de még mozdulatlanul is a kantárt szorította. Édesanyjának kellett meghoznia a döntést a ló felett, amelyről a helyszínen azt állapították meg, sérülése nem gyógyítható. Varga Lászlóné nem szerette volna a hazaszállítással tovább nyújtani az állat szenvedéseit, ezért azt kérte a helyszínen lévő állatorvostól, helyben altassák el. És akkor utána mondta, hogy hát van egy megoldás, van nekik egy úgynevezett dögtelep, ami zárt, és oda, hogyha elviszik, elaltatják, és onnét utána elszállítják. A család azonban hiába próbált később információt szerezni az altatás körülményeiről, illetve a tetem helyéről. Azt is furcsálották, hogy nem kaptak számlát sem az állatorvosi beavatkozásról, sem a szállításról. De még a ló papírjait, az úgynevezett útlevelet sem kapták vissza. Míg nem egy helybéli ismerősüktől kapták a hírt, megtalálták az elhullott állatot a város határában. A látványt, ami a helyszínen fogadta őket, a ló tulajdonosa az internet nyilvánossága elé tárta. Most megmutatom nektek, hogy mit csináltak a lovammal. Fejbe lőtték, megcsorbították, szanaszét fagdosták. A videót a közösségi oldal később törölte, de addigra is több ezren látták, és több száz felháborodott komment született alatta. Erzsébet azt mondja, a végére szeretne járni, kitette ezt és miért. És szeretném szemtől szembe megkérdezni tőlük, hogy miért. Meg volt csonkítva, nyakán elvágások vannak, hasa alján vágások vannak, több helyen kaszabolás, szétnyúzás. Szörnyű. A nő elmondta, attól tart, hogy akár vissza is élhet valaki az útlevéllel. A tetemről ugyanis azt a bőrfelületet nyúzták le, ahová az azonosítója sütve volt. Akár az is megtörténhet szerinte, hogy a dokumentum birtokában valaki úgy ad el egy másik lovat, hogy abba süti bele Lady azonosítóját. Az állat piaci értéke így elérhetné a 800 ezer forintot. Kerestük a sarkadi önkormányzatot és az állategészségügyi hatóságot is, de adásunkig nem kaptunk választ a kérdéseinkre. A család a Szeghalmi rendőrkapitányságon tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, az ügyben pedig a sarkadi rendőrkapitányság kezdett nyomozni állatkínzás gyanúja miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint azonban eddig az időpontig még gyanúsított kihallgatására nem került sor, a hatóság vizsgálja az eset körülményeit. Szemtanúk beszámolója szerint pénteken napközben elszállították a lótetemét a helyszínről. Rakéta helyett ezüst jodit száll a felhők felé, ezzel a technológiával május 1-én hivatalosan is üzembe állt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos jégkármérséklőrendszere. Békés megyében összesen 64 manuális talajgenerátort telepítettek. Bélmegyeren éppen a talajgenerátort helyezi üzembe az egyik gazda. Mint mondta, ezzel az eszközzel védekeznek a május 1-től szeptember végéig tartó úgynevezett jégeső szezon ellen.
A célja az, hogy a földek termését ne verje el a jég, és kevesebb kár érje a gazdákat. Segítségként egy telefonos alkalmazás is rendelkezésre áll akkor, ha a területekre egy nagyszabású vihar várható. Ekkor a gazdák használatba helyezhetik a generátort. Csapok kinyitásakor ugye 1,3 bárnyomás fog keletkezni a hatóanyagtartályban. Ami jön a harmadik részhez, a csap kinyitásakor egy gázég, egy égő fejhez, egy fúvókához fog jönni a hatóanyag. Ezután kell begyújtani a hatóanyagot, amely a felhőkben a jégesőt esővízzé alakítja. A rendszert a Dél-Dunántúlon már 30 éve alkalmazzák, és az ottani tapasztalatok alapján az ezüstjoditnak nincs káros mellékhatásra a környezetre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei szervezetének elnöke a 7.tv aktuális című műsorában elmondta, a tavalyi évben jelentős jégkárok keletkeztek. Dr. Kulcsár László kiemelte, várhatóan ez a rendszer mintegy 50 milliárd forint termelési értéket óv meg a jégveréstől. Hát, hogy csak a tavalyi évre tekintek vissza, ott durván 70 ezer hektáros kártétel volt a kertészetben. De szinte a megyénkre tekintek, ugye az elmúlt évben, meg korábban is, ugye hát gondoljunk az Orosházát, egymás után sújtott egy hónapos időintervallummal két súlyos vihar, amiben jelentős volt a jégkár is. A szakember hozzátette, a magyarországi jégkármérséklő rendszer az első hálózat Európában, ami egy teljes országot lefed. A maga közel 400 ezer hektár megművelt termőterületével országos szinten is kimagasló képet mutat Békés megye. A termés átlagok gyakran kiemelkedőek megyénkben. Az egyik fő növénykultúra a kukorica, amiből több mint 100 ezer hektárt vetettek a gazdák. Az árpa van, ahol szépen fejlődik, de sok helyen komoly gondot okozott a túlzott csapadék és a belvíz. A napraforgónál néhány helyen még a vetés van folyamatban. Vésztőn még most is a napraforgó vetése zajlik. Több hetes késéssel indultak el a munkálatok. Egy pillanatra alatt is képes feljönni a víz, hogy a traktor elment. Ez az egyik legnagyobb probléma a megmunkálás alatt. A belvíz jelenléte miatt több táblát ki is kellett hagyni, nem lehetett megművelni, mondja Rácz Zoltán. A 33 fokos melegbe a talaj felső rétege teljesen kiszárad, míg az alsó rétegében, mint jól látható ott is, rengeteg víz van. Az agronómus kiemelte, átlagban 6-700 hektáron vetnek napraforgót, de ebben az évben várhatóan visszaesést lehet majd tapasztalni. A napraforgó kelése jelent nekünk nagyobb problémát, hogy ki fog-e teljes mértékben kelni ez a növény, vagy pedig hiányos, foltos keléseink lesznek. A növényvédelemben a deszikkálással, azaz állományszárítással segíthetnek a növény fejlődésén. Most ilyen képet mutat a talaj az egyik termőterületen, ahol őszi árpát vetettek. A szakemberek szerint ez is komoly gond, és nagy szükség lenne a csapadékra. De még nagyobb problémát jelentett, hogy márciusig viszont legalább 170 mm csapadékkal több esett, mint kellett volna. Ráadásul ez is belvizes terület volt. A vállalkozás ügyvezetője azt mondja, a mostani túl meleg időjárás is rosszat tesz a terménynek. Mikor jó árpáink vannak, ez azt jelenti, hogy közel 70 mázsás átlagunk, 7 tonnás átlagaink, azért el szoktuk érni, akkor közel mellkasomig szokott érni az árpa, ez most csak akkor lesz a mellkasomig, hogyha én letérdepelek. Úgyhogy ez most alatta van. A tőállomány az jó lenne, de a talaj már be van repedezve alatta. Ha megjönne az eső a hétvégén, akkor ez a bogár is eltűnne, és a kukorica is kinőné ezt a problémát. Bozó József új kígyóson egy 7 hektáros kukoricatábla mellett mutatja a már kikelt növényt. Ide is csapadék kell, hogy megmaradjon a megfelelő fejlődés. Ez jó, jó állapotban van. Van egy kis barkórágás, de szerintem az ki fogja nőni, és utána viszont kell. Ugye a kukorica az egy igaz, hogy melegővi növény, de kell neki a párás levegő, hogy nőjön. Repcéből Békés megyében 30-40 ezer hektárt termelnek éves szinten. Akár rekordtermés is születhet. De a növényvédelem, a megfelelő odafigyelés is elengedhetetlen. Teszi hozzá a szakember, aki hangsúlyozta, most minden növénynek rövid időn belül szüksége lesz az esőre,
hogy a megfelelő vagy kimagasló termés átlagokat hozza. Diákmunkaprogramot indít júniustól a Nemzetgazdasági Minisztérium. A több mint 2 milliárd forintos keretköltséggel futó kezdeményezés célja, hogy a fiatalok korai munkatapasztalatot szerezzenek. A rendelkezésre álló összegből előreláthatólag idén mintegy 30 ezer diák juthat munkalehetőséghez. A június 18-án induló programban munkáltató lehet a terület vagy a települési önkormányzat, illetve azokhoz tartozó intézmények, valamint a mezőgazdaság és a vendéglátás területén működő vállalkozások. Már hagyománynak számít, hogy a Jókai Színház egy évben többször is vendégül látja a nagyszalontai gyermekotthon lakóit. Ez alkalommal 7 fiatal érkezett Békés Csabára, hogy együtt láthassák Mikszáth Kálmán beszélőköntös című előadását. Tele volt a színház nézőtere lelkes diákokkal csütörtök délután. A fiatalok közül többen a Dévai Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai gyermekotthonából érkeztek Békés Csabára. Nagyszalontáról érkeztünk, és a Beszélő köntös című művet láthattuk Mikszáth Kálmántól. Nekem kifejezetten tetszett az előadás, a végére összeállt az egész történet, az elején kicsit értetetlen volt, de számomra teljesen jó előadás volt. Az otthon vezetője elmondta, több előadásra kaptak már meghívást a teátrumtól, aminek mindig nagyon örülnek a gyerekek. 10 éve kezdődött ez a kapcsolat, és nagyon örvendünk, hogy van ez a lehetőség. A gyerekeink, ahogy nőttek, úgy kapcsolódtak bele komolyabb és komolyabb előadásokba. Most is nemrég volt meghívásunk a kis gyerekek részére. A színház most egy ifjúsági darabban lepte meg a fiatalokat. Időről időre meghívjuk és vendégül látjuk a szalontai gyermekotthon kis lakóit. Lenyűgöz minket az a munka és szolgálat, amit Böjte Csaba végez ezekért a gyerekekért, és mi pedig a saját eszközeinkkel szeretnénk hozzájárulni a munkájához. A Békés Csabai Társulat legutóbb karácsonykor járt Nagy Szalontán, ahol ajándékokkal és egy előadással kedveskedtek az otthon lakóinak. Európa napot rendeztek a Csaba Center előtt pénteken délután. A programot az Európai Unió születésnapja és Magyarország csatlakozásának 14. évfordulója alkalmából szervezték. Az esemény szervezői a helyszínen tájékoztatást adtak az Európai Unióval kapcsolatos aktualitásokról is. Az érdeklődők pedig feltehették kérdéseiket, akik leginkább az oktatásról, a munkavállalásról, vagy éppen az unión belül történő utazásról érdeklődtek. A programot kvízek és játékok színesítették. Az eseményen Totó kitöltésével egy egyhetes bulgáriai nyaralást is kisorsoltak a résztvevők között. Nekünk az a legfontosabb, hogy teljesen politikamentesen tájékoztassuk az embereket mindenről, ami aktualitás, és ők pedig úgy érezzék, hogy fordulhatnak hozzánk, hogyha bármilyen kérdésük van. Mi megválaszoljuk a kérdéseket, vagy továbbítjuk, hogyha olyan jellegűek, amik meghaladják a mi hatáskörünket. A Kölcsei utcai óvodában már hagyománynak számít a játékvarázs program, ahol a gyerekek szórakoztató formában ismerkedhetnek meg a természetben élő állatokkal. A sorozat újabb állomásán a Madarak és Fák napját ünnepelték, így az óvodások madárbemutatón, faültetésen és egy ismeretterjesztő előadáson is részt vehettek. A legkisebbek egy vadcseresznyefa ültetésével kezdték meg az egész napos programot. A kis csoportos óvodások közül volt olyan is, aki bekapcsolódott a munkába. Sokat ástam, segítettem betemetni. A gyerekek az interaktív előadáson számos érdekességet tudhattak meg a különböző madarakról. Azokat az információkat mondtam el nekik, amit kisgyerekként ők is otthon meg tudnak tenni, a madarak etetéséről, a madarak nyári itatásáról, hogyan kell viselkedni a természetben, amikor kint vagyunk erdőn, mezőn, csömbben kell járniuk, illetve néhány fotót mutattam Magyarországon élő madarakról, ami nagyon tetszett neki. Egy szakember is érkezett az óvodába a Tiszafüredi Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaságtól. A legkisebbek egy bagollyal és egy sólyommal is megismerkedhettek. Hát ez durva lesz. Nem.
Egy bagolyt, és azt kell, hogy nem szabad nagyon mozogni, mert akkor elrepül. Az intézmény vezetője elmondta, az a céljuk, hogy megalapozzák a gyerekek környezettudatos magatartását. Ennek eredményeként pedig már megkapták a Madárbarát óvoda címet is. A nap zárásaként a kicsik együtt engedtek az égbe két lufit, ami négy madárka szimbolizálta a négy óvodás csoportot. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!